Üdvözlök mindenkit, Dudás Jönő Zsolt vagyok, védikus szakértő, jógatanár, ájurvédikus konzulens és védikus ház elemző. A múltkori két előadásomban nagyon érzékeny, finom témát feszegettem. Az egyik a van Isten, nincs Isten fogalma, kérdésköre. A másik pedig, hogy a belső megérzéseink, a belső sugallataink, melyek iránymutatóul szolgálnak az egész életünk során, ezekre kellene hallgatnunk minden egyes pillanatban. Tehát figyeljük meg azt mindig, hogy amikor belül, önmagunkon belül egy kicsit megérzünk valami kis finom minőséget az életünkkel kapcsolatban, hogy jó, rossz, kellemes, kellemetlen, és jön egy gondolat ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ezt javítani, hogyha azonnal lépünk a megfelelő irányban, jól döntünk, akkor az életünket csak siker koronázhatja. Tehát ez a két előadásom volt, ez a két felvétel, ami nemrégiben elhangzott, és most egy harmadikkal szeretném kiegészíteni ezt, ami ennek a belső sugallatnak, ennek a belső finom megérzésnek, impulzusnak, és az Istennel, vagy az isteni törvényszerűségekkel, tehát a legnagyobb és legteljesebb természeti törvény, egyetemes természeti törvénnyel összhangban lévő minőségekre gondolok. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor tisztán belülről érezzük, hogy mit kell tennünk, minden érzésünk, minden gondolatunk, az ész, a szívértékek mind azt mondják, hogy valamit meg kell tennünk, vagy valamit nem kell megtennünk, akkor az azt jelenti, hogy ezt maga az isteni minőség sugallja nekünk. Tudni kell, hogy az Isten békére törekvő, teljességet figyeli, és mindig a teremtésnek egy végcélja van, a boldogság kiterjesztése. Tehát azt meg kell figyelnie mindenkinek, miközben azon gondolkodik, hogy vajon az a finom impulzus, ami belül őt mozgatja, az tényleg mindenkinek az érdekében áll, vagy csak az ő érdekében áll? Mindenkit boldoggá tesz, vagy pedig csak őt teszi boldoggá? Mindennek a javát szolgálja a környezetében, vagy csak az ő egyéni érdekeit szolgálja? Tehát így mérlegelve lehet látni azt, hogy miközben az ember cselekszik, globális nagy egésznek, a társadalomnak is a része, és ebben a nagy egészben, a társadalomban minden egyes egyénnek vannak kívánságai, ami kívánságai nem mehet más kívánságának a rovására, illetve ha másnak a rovására megy, akkor az azt jelenti, hogy az illetőnek valamilyen más módon kell ellenszolgáltatást kapnia, hogy az ő értékrendje, az ő kívánságai se csorbuljanak. Úgyhogy ez a mostani kis előadásnak a lényege, mostani kis beszélgetésnek, hogy az, ami Istentől jövő sugallat, az sohasem valami misztikus látványban jelenik meg. Ne gondoljunk arra, hogy kötfátyolon keresztül, felhő trónuson ülve, szivárvány háton lovagolva, hosszú ősz, öreg apó, atya, jó Úr Isten fog nekünk sugallatokat adni, az mindig belülről súg, nem külső dolgokból fogjuk megkapni azt az iránymutatást, amit nekünk kell tennünk, azt az isteni iránymutatást, amire nekünk szükségünk van, hanem mindig belülről. Ez, ami belülről megy, ez mindig boldogsággal telített, és mindig nyugodt
Tehát mindig, amikor azt gondoljuk, hogy most valami nagyon jó, nagyon ihletett pillanatban vagyunk, és valami nagyon-nagyon komoly belső sugallatot érzünk bizonyos cselekvések elvégzésére, vagy tartózkodunk tőlük, akkor mindig azt kell megfigyelnünk, hogy teljesen nyugodtak vagyunk-e, miközben ezt tapasztaljuk, és hogy boldogok vagyunk-e. Ha ez a kettő együtt ott van, a nyugalom és a boldogság, akkor az tényleg egy olyan irányba mutat, ami az isteni rendet követi. Közben azt is meg kell figyelnünk, hogy cselekedeteink, miközben végzük a cselekvést, egy részét elvégeztük, nézzük meg, hogy kinek lett esetleg kárára. Származott-e másnak is haszna belőle? Mi az egésznek az értelme? Tehát így, hogyha így tekintjük a döntéseinket, ha így tekintjük a cselekedeteinket, ezen a módon, akkor láthatjuk azt, hogy az az isteni útmutatás és az a különleges minőség, amit az ember mindig kívülről vár, az nem kívül van, hanem mindig önmagunkon belül. Vannak olyan emberek, vannak olyan nagy tudósok, művészemberek, amelyek képesek a saját tudományterületükkel, művészetükkel, alkotásaikkal, tudományos kísérleteikkel feleleveníteni a kollektív tudatba azokat a minőségeket, amivel sok embernek vezérfényeivé válhatnak művészeti vagy tudományos téren. Tehát így az ő munkájuk előrevívő. Lehet mindenkinek mást követnie és figyelnie, de csak akkor lesz teljesen sikeres az életében, ha mások jó dolgait követve, mások sikertelenségeiből, problémáiból okulva mindig a saját belső megérzéseit követi, amit józan paraszt ésszel, tiszta szívvel átgondolva megcselekedett. Tehát így, ha megnézzük a hétköznapjainkat, ha így éljük a hétköznapjainkat, ha így éljük a társadalmi életünket, akkor észre fogjuk venni, hogy egyre nagyobb segítséget, egyre nagyobb támogatást nyer az összes kívánságunknak a megvalósulása. Tehát kívánok mindenkinek tiszta, nyugodt idegrendszert, tiszta elmét, tiszta gondolatokat, tiszta érzéseket, tiszta értelmet, boldogságot, és nagyon-nagyon jó egészséget ahhoz, hogy mindig a lehető legjobbat és legtökéletesebbet döntse az életében, az élet majdnem minden egyes pillanatában. Azért, hogy ez megvalósuljon, szeretném az embereket segíteni ezekkel a kis rövid előadásokkal, illetve két könyvet is írtam ebben a témában. Az egyik Védikus Tudással Magyarországért címmel, ez elfogyott, de nem sokára újra lesz majd nyomtatva. A másik pedig Védikus Tudással Kárpát-medencéért. Ez a két könyv egy négy kötetes műnek a második része. A második kötet Kárpát-medencéről szól, és itt már konkrétan a magyar kormányhoz is eljutottam olyan stratégiai útmutatókat, amikkel a mezőgazdaság, illetve kistérségi területi fejlesztéseket meg lehetne oldani, amivel az erőforrások minisztériuma tényleges erőforrásokat tudna mozgósítani, ami igazából nekem ez a szó, hogy erőforrás sohasem tetszett, tehát emberekről, egyénekről, családokról és társadalomról van szó. Az, hogy erőforrás, az mindig azt feltételezi, hogy van valamilyen forrás, egy gép mögötte, ami az erőt adja. Tehát sokkal jobban szeretem azt, hogy egy nemzeti öntudat alapú minisztérium, egy nemzeti
öntudatra és önerőre ébredt társadalom alapjait megvető minisztérium körülírva ezt a dolgot, tehát inkább az, ami összekovácsolja az emberek, családok, város, falvak, megyék, az ország egészét, tehát ennek az egésznek szeretném látni a fejlődését, és ezért a mezőgazdaság, az ipar, az egészséggondozás területén három tanulmányt készítettem, ezeket el is juttattam a kormányhoz, kettőre pozitív visszajelzést is kaptam. A harmadikra, ami egy komplett egészségügyi reformot jelenten, egy világegészségügyi reformot, arra nem kaptam választ. Hogy miért nem, azt egyelőre nem tudom. Minden esetre annyit sejteni lehet, hogy annyira magas rögtűnek és elgondnak tűnik az, amit írtam, hogy valószínűleg egyelőre válaszra sem méltatták. Illetve az is lehet, hogy el se jutott az illetékesekhez, hanem valahol megakasztották és süllyesztőbe dobták azok az erők, amik most az utóbbi 2-3 évben nagyon keményen dolgoznak a betegségügyipar területén. Tehát ez nem egy összeesküvés elmélet, ezek tények, tehát bárki bármit is ír komoly dolgot a kormányhoz, minisztériumokhoz, azt mindig levélben kell, hogy válaszoljanak rá, reflektáljanak rá, és az adott iratot ők elkönyvelik. Még akkor is, hogyha esetleg egy félkomoly dologról van szó, de az írásom nem egészen félkomoly volt. Lásd, a másik kettőre kaptam pozitív visszajelzést is. Tehát erre a harmadikra is lehetett volna pozitív visszajelzést kapni. Na mindegy, amikor mindez megtörtént, megírtam ezeket a tanulmányokat, arra gondoltam, akkor még csak az első könyvben volt meg, Védikus Tudással Magyarországért, hogy ezt én szeretném mindenki számára eljuttatni. Mert mi van akkor, hogyha megállt, és pont az egészségügy a legfontosabb, és ez megállt valahol a süllyesztőbe? Hát ezt minden embernek tudnia kell, és akkor úgy döntöttem, hogy a könyvemet kiadom, kinyomtatom, és így tudom eljuttatni ezt az üzenetet minden egyes gondolkodó ember számára. Tehát ez főleg olyan embereknek íródott, akik kutatják a mezőgazdaság, az ipar, a tudományos fejlesztések, tudományos érdekességek világát, akik spiritualitásban, a meditációban, jógában is elmernek mélyedni, akik az egészséggondozásban, akár kínai, akár a ajurvédikus, vagy pedig bármilyen természetgyógyászati módszerben elmélyedtek, azok számára nagyon sokat tud adni ez a könyv. A könyvet nálam meg lehet rendelni, tehát Dudás Jenő Zsoltnál, Facebookon is el lehet érni, vagy Messengeren, illetve a jeno.dudas@gmail.com e-mail címen, tehát jeno.dudas@gmail.com címen. A Facebookon is fent vagyok, de most egy időre szüneteltetem a Facebookos aktivitásomat, ezért a Messengeren vagyok elérhető, privát üzenetben. Fent vagyok még a Meve oldalokon is, meve.com oldalon. A YouTube-on van egy csatornám, Dudás Jenő Zsolt csatornája. Megköszönöm, hogyha valaki ott megnézi a videóimat, lájkolja őket, illetve feliratkozik a csatornámra. Ez egy nagyon kedves dolog, illetve azért is készítem ezeket a videókat, hogy azok az emberek, akik keresik ezeket az információkat, ne kelljen sokat kutakodniuk az interneten, és képbe jöjjenek gyorsan mindennel. Valamint a scribd.com-on, scribd.com,
Ezen az oldalon is Dudás Jenő Zsolt, tehát Dudás Jenő fönt vagyok, és fönt vannak a dokumentumaim. Ezek olyan dokumentumok, mostanában az utóbbi 5-6 évben nem raktam rá nagyon föl új dokumentumot, de előtte 8-10 évvel ezelőtt nagyon sok dokumentumomat föltöltöttem rá, és ezek a dokumentumok bizony igen fontosak a magyar emberek számára mindenféle tekintetben, tehát érdemes megnézni őket. Ott van a könyvemben szereplő 3 tanulmány is, tehát azok is ott vannak fent, azokat is meg lehet nézni, el lehet olvasni. Úgyhogy ezt kívánom mindenkinek, hogy ezeket a csatornákat nézze meg, iratkozzon fel rájuk, és lájkolják azokat a dolgokat, illetve töltsék le maguknak azokat a dokumentumokat, amikre szükségük van. Úgyhogy a könyvemet tőlem meg lehet rendelni, Védikus Tudással Kárpát-medencéért. Ha valakit érdekel, akkor privátban írjon, és akkor felveszik egymással a kapcsolatot. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Namaste!